Most egy különleges kirakást hoztam neked, mégpedig a stresszoldás témakörébe. Ugye sajnos a hétköznapokban most már beloppozott a stressz, és a tarókártyát lehet arra használni, hogy ennek a gyökerét egy picit feltárt, illetve megmutatja, hogy hogyan is tudod ezt kezelni, úgy, hogy a személyre szabott legyen. Na, ehhez hoztam most neked egy kettőlapos kirakást, és arra gondoltam, hogy segítségként választhatsz, hogy melyik lesz az, ami neked személyre szólóan segít majd. Ehhez egy nagyon különleges tarókártyát hoztam, méghozzá a háziasszony tarót, aminek nagyon szép és nagyon érthető képei vannak. Ez a képi világ, ez tényleg a hétköznapokban mutatja a különböző élethelyzeteket, és arra gondoltam, hogy Hát, mivel a hétköznapokban itt van ez a sok stressz, akkor miért ne használjunk egy ehhez passzoló tarókártyát. Úgyhogy három lap, tehát három csomag van, ami közül választhatsz. Tehát gondold vég, hogy az egyes, kettes vagy a hármas csomag lesz a számodra megfelelő. És utána, hogyha választották, akkor elmondom, hogy mi az, ami neked segít abban, hogy a stresszt felold most az életedben. egyes csomagot választottad, akkor neked a stresszt a kar négyes lapja okozza, amin egy hölgyet láthatsz, a kép meditál, próbál pihenni. Hát mit jelent a -e stresszforrásnak? Azt, hogy nem tudsz kikapcsolódni, nem tudsz lazítani, nincs időd igazán magadra, mert hogy túl sok gondolat jár a fejedben. Ilyenkor ugye hát az ember még idegesebb attól, nincsen lehetőség rá, és általában ilyenkor jönnek az agyalások, meg a belső szidalmazó gondolatok, de itt most nem ez lesz a megoldás, hanem a következő lap fogja megmutatni, hogy mit is kell tenned. Ez a kar lapja, ahol ugye ezeket a tűket beszúrja be a tűpárnába, Hát a tű az ugye a kardokat szimbolizálja, és tulajdonképpen a gondolatokat, hiszen minden karlap a gondolatok területéről üzen a számunkra. Az, hogy ezeket beszúrj egy ilyen tűpárnába, az mindenképpen arra utal, hogy neked is le kéne tenni ezt a sok-sok gondolatot a fejedből. Tehát próbálj meg olyan tevékenységet találni, ami segít abban, hogy a sok gondolkodás az ne legyen ilyen tárhelt a számodra. Lehetnek ezek a tevékenységek olyanok, amiket élvezel, vagy egyszerűen csak kimenni a természetbe. A lényeg, hogy a kartízes mindig egy ilyen elvágólagos lezárást mutat, tehát itt most nem az információgyűjtés, nem a belső monológok, nem a kétejek a bizonytalanság az, ami tovább visz téged, hanem egyszerűen azt mondod, hogy most valami teljesen mást csinálok. Itt egyébként minden cselekvés nagyon sokat segít, mert hogy akkor ugye az ember arra figyel, amit csinál, illetve mivel a kartízes lap a megoldás, mindenképpen gondold végig, hogy mi az, amit le kell zárnod az életedbe, amiből már eleged van, és a fizikailag nem is tudod most azonnal lezárni, legalább az ezen való gondolkodást most fejezd be, vagy legalábbis szüneteltest. Jó, tehát, hogy ez lesz neked a jó irány. Most nézzük, hogy aki a kettes csomagot választotta, annak mi okoz a legnagyobb stresszt az életében. Itt az uralkodó jött ki, amit egyébként elég izgalmasan van ábrázolva, hiszen dobozokból van fülépítve a teste, ami mindenképpen egy ilyen nagyon merev, hiszen fémből van, tehát nagyon szépen mutatja, hogy ebben a helyzetben azért nagyon merevek vagyunk. Nagyon szigorúan valamihez ragaszkodunk, és hát az egész testtartása is, meg az egész lapnak a témája arról szól, hogy valamit nagyon akarsz irányítani, és ez nem nagyon megy. Hát az uralkodónál mindig a, az irányítás a legfontosabb téma, hogy azt szeretnénk elérni, amit kitaláltunk, de valahogy ezek nem működnek. És hát a másik témája a biztonság, hogy nem érzed magad biztonságban, mert hogy nem tudsz mindent kontrollálni. Tehát itt a probléma az ez, hogy nem tudod kézben tartani a dolgokat, és emiatt bizonytalannak érzed magad, és hát hiányzik az alapvető biztonság az életedből. Hát nézzük, hogy hogyan tudod ezt megteremteni. Ehhez az érme hetes lapja jött ki, ahol egy hölgy ugye nyugodtan sétál a kertben, és nézi a fát és a növényeket, vagyis mindenképpen első körben egy olyan helyszínre kéne menned, ahol ezt a fajta szemlélődést meg tudod tenni. Tehát én rögtön azt javasolnám ez alapján, hogy menj ki a természetbe, most, hogy kitavaszodott, erre már több lehetőség is van, mert hogy amikor kint vagy a természetben, akkor sokkal nyugodtabb tudsz lenni, még a gondolataid is egyébként jobban tudnak csillapodni, és csak nézd a fákat, nézd meg, hogy egy fán hány féle zöld színű levél van, hogy milyenek a nyíló virágok, ugye most ebben lehet gyönyörködni. Ez az egyik. Na hát, de az érmehetes lap arról is szól, mivel a föld elemhez tartozik, hogy lassulj le például az is egy nagyon jó gyakorlat lehet arra, hogy kicsit kisebbeket lépsz, vagy lassabb tempóban csinálsz valamit, hát legalább a közlekedést mondjuk le lehet lassítani, vagy mondjuk a csörög a telefon, akkor nem elsőre veszed föl, nem harmadikra. De próbáld meg valamelyik életterületeden egy picit a lassulást behozni, és ez is fog segíteni oldani ezt a nagy-nagy stresszt, ami benned van. Az érmehetes témája még a várakozás, amikor arra várunk, hogy valami beérjen. Hát itt ugye az szokott nehéz lenni, hogy nem látod az eredményeket, de már úgy érzed, hogy te minden energiát beleraktál, és hát itt ugye az segít, hogyha elfogadod, hogy bizony mindennek megvan a maga tempója, a maga ideje, és azért, mert te belül készen állsz valamire, az nem jelenti azt, hogy kívül is minden kész arra, hogy az a változás, az az eredmény megtörténjen. Tehát tud, hogy a külső körülmények már változnak, már alakulnak, már rendeződnek oda, hova te szeretnéd, de ezt ki kell várni. Addig ugye megteheted, hogy egy picit pihensz, lazítasz, hiszen az érmehét mindig akkor jön ki, amikor nagyon sok energiát már befektettünk, és ilyenkor nagyon jót tesz egy pici lazítás. Tehát tudod, hogy ha lazítasz, akkor sem lesz semmi baj, mert te már mindent megtettél azért az eredményért, amit elvársz. És ez fog segíteni, hogy oldódjon benned a stressz. Aki a hármas csomagot választotta, annak a stresszt okozó tényező a főpaplapja, amit egy rádióként van ábrázolva. Ugye ez az egész csomagja az 50-es éveket idézi, és hát akkor még így nézett ki a rádió. Hát miről szól ez a lap? Alapvetően, ugye a főpap az mindig egy ilyen szellemi kapcsolódást mutat, egy szellemi rálátást dolgokra, egy égi hangot, és hát ha belegondolsz a média, ugye ugyanolyan, mint a médium, hogy valahogy közvetít információkat a levegőn keresztül. Na most nézzük, hogyan jelenik meg a e stresszforrásként a te életedbe. Hát, hogy milyen információkat engedsz be a médiából az életedbe, az az, ami itt probléma lehet. Tehát gondold végig, hogy mennyi információt gyűjtesz be a közösségi oldalakról, egyéb hírforrásokról, mert ez okoz neked igazából stresszt. Tehát azt mutatja ez a lap, hogy túl sok információ van a fejedben, semmiatt nem tudsz lazítani, nem tudsz kapcsolódni a saját belső hangodhoz, nem működnek igazán jól a megérzéseid, semmiatt egy picit így bizonytalan vagy, nem látod, hogy merre kéne menned. Egy picit az ember ilyenkor érzelmileg elbizonytalanodik, egy kicsit a biztonság érzete is csökken, hiszen pont a belső hang, a megérzések, azok, amelyek vezethetnének tovább, és egy picit megnyugtathatnának, de amikor túl sok információt gyűjtesz be kívülről, akkor ennek egyszerűen elzárod a menetét. Tehát, hogy meg kéne fordítani az információáramlást, és inkább befelé figyelni, mint kívülre. De itt most az a lényeg, hogy a stresszt az okozza a te számodra, hogy nagyon sok külső hangra figyelsz, ezek lehetnek egyébként barátoktól, családoktól érkező különböző hangok, különböző gondolatok, de mindenképpen azt is szűrd meg, hogy mit hallgatsz a média felületeken. Itt főleg persze most már a közösségi oldalakra gondolok, de hogy egyébként is a híreket egy picit szűrd meg, mert most ez okoz a számodra a legtöbb stresszt. Nézzük megoldás kártyaként a mi kijött, ez az igazságlapja, itt azért egyébként hát nagyon régies módon van ábrázolva, hiszen itt az anya éppen elnáspángolja a gyermekét. Természetesen ugye a lap az mindig arról szól, hogy valamilyen tettünknek van egy következménye is ezért. Ezt a következményt be kell valahogyan vasalja a sors rajtunk. De itt most nézzük meg, hiszen össze kell kötni az előző lappal. Hogyha arról szólt az Stress a probléma, hogy te túl sok mindent engedsz be, és nem tud jól működni a belső hang, akkor az igazság itt úgy kapcsolódik ehhez megoldásként, hogy ki kell szűrnöd, hogy mi a te igazságod, mi az, amivel te azonosulni tudsz. Hát ezt honnan tudod? Honnan, hogy ami neked igazság, az mindig jó érzéssel fog eltölteni, és ami neked a te saját életedre vonatkozóan nem igaz, az mindig stresszt okoz, az mindig beszűkít, picit félelmet is fog kelteni. Jó, tehát így egyesével meg kell szűrni azokat a dolgokat, amiket más rád akartuk málni igazságnak, hogy ebből mi az, ami a tiéd, ami rád vonatkozik, és a többit egyszerűen csak így ki kell söpörni az életedből. Persze ez egy folyamat, nyilván nem 5 perc alatt megy, de hogy próbálj meg mindig. Végig gondolni, hogy ez neked most mennyire jó érzés, hogyha ezeket az információkat beengeded, és igaznak elfogadod. Hiszen nincsen egyetemes igazság, ezt mindegyikünknek az életében más területen tartunk, más életszakaszban, más személyiségek vagyunk, és mindenkinek a saját életében egy igaz dolog, az ő rá vonatkozik, és nem biztos, hogy másokra is ez igaz lesz. Úgyhogy ez lenne most itt az a folyamat, amit ha elindítasz, akkor már így napokra bontva is jobban fogod érezni magad, mert hogy elkezdesz befelé figyelni, és ahogy így ezeket az igazságokat megszűröd, egyre erősebb lesz ez a belső hang, ami majd azt a nyugalmat és a békét elhozza a számodra. Köszönöm a figyelmet. Ha szeretnél egyéni tanácsadást, akár stresszoldás témára, akár más problémára, akkor keres meg, a profilomban megtalálod az elérhetőséget, és egyébként megtalálsz a Facebookon és az Instagramon is Tarósutogó néven. Szia!